A hatalmas kanadai tüzek az Egyesült Államok déli részét veszélyeztetik. A mérgező füst már New Yorkig is eljutott. A levegő minősége azonnali és hosszú távú egészségügyi kockázatokat rejt magában. Az Egyesült Államok északkeleti részét, valamint Kanada keleti felét hatalmas füstfelhők borítják, kíméletlen erdőtüzek pusztítanak. Kanada nyugati részén mindig is gyakoriak voltak az erdőtüzek, de idén a lángok pillanatok alatt elszabadultak, ráadásul az ország keleti oldalán is. Jelenleg mintegy 3,8 millió hektár égett le, ami a 10 éves átlag 15-szöröse. A tűz martalékává válnak természetes élőhelyek, otthonok, egész életek munkája. Az emberek kétségbeesve szemlélik a tűz pusztítását. A legtöbbször már attól is elkezdek sírni, hogyha erről beszélek. Csak nem 520 tűzoltó küzd a pusztító lángokkal, de nem sokára még 150-en csatlakoznak majd hozzájuk. Eddig 11.400 embert kellett evakuálni, és hamarosan további 4.000 főt mentenek ki a veszélyeztetett zónából. De nem csak a tűz, hanem maga a füst is életveszélyes. Észak-Amerikában több mint 10 millió embert figyelmeztettek a levegő minősége miatt. Még New Yorkban is armageddoni hangulatot idéz elő a sárgás szürkére festett nappali égbolt, így az embereket otthon maradásra készteti a csípős, nagyon rossz minőségű, egészségre káros levegő. A járókelők csupán maszkban merészkednek ki az utcára, a látvány a koronavírus járvány legrosszabb napjait idézi. Elsősorban azért viselem a maszkot, mert aggódom a levegő minősége miatt, aggódom a részecskék belélegzése miatt, ez nem egészséges. A határtól délre több mint egy tucat amerikai államban szerdán légminőségi riasztást adtak ki. Államunk egyes részein a levegő minőségi index az elmúlt 24 órában 400 felett van, és ez veszélyes helyzet. Brooklynban az elmúlt órában 413 volt a mért érték, a biztonságos szint pedig 50. Az egészségügyi figyelmeztetés mindenkit, az egész lakosságot érinti. Queensben például 800%-os növekedést mértünk a biztonságos szinthez képest. Nagyon aggódunk. Ez azonnali hatással van az emberek egészségére. Az erdőtüzek füstje miatt magasabb a szívroham és a stroke kialakulásának veszélye. A sürgőségi ellátások felkészültek az aszmás és a légzőszervi betegek fogadására. A kormányzó védekezésre intette a lakosságot. Úgy gondoljuk, hogy a maszk viselése fontos annak érdekében, hogy az emberek megvédjék magukat és megakadályozzák, hogy a levegő részecskéi a tüdejükbe jussanak. Ezért bejelentem, hogy 1 millió N95-ös maszkot bocsátunk a lakosok rendelkezésére. A rossz levegő minőség valószínűleg a hétvégén is fennáll majd, mivel egy kialakulóban lévő viharrendszer várhatóan nyugat felé tereli a füstöt.